A kémények és a fűtőberendezések karbantartásának, illetve a szénmonoxid érzékelők hiánya miatt például az idén már 702 kémény tűzhöz riasztották a tűzoltókat, illetve 14 honfitársunk vált szénmonoxid mérgezés áldozatává. A kéményeket gázos hűtés esetén két évente, szilárd tüzelés esetén évente célszerű ellenőrizni. Mindenféleképpen szakember nézze át a központi fűtésrendszert és a gázkészüléket ellenőrizni kell. Nagyon fontos, és a szénmonoxidra figyeljünk oda, a fogyasztó gyakorlatilag ezt mindenféleképpen szakember keresse meg. Egész rendszert kell átnézni. Nem elég, hogy csak magába a fűtési készüléket, hanem meg az egész gázhálózatot is. 5 évente műszaki biztonsági felülvizsgálatot kötelező elvégezni, de évente a készüléket mindenféleképpen ellenőrizni kell. Nagyon sokan megcsinálják tényleg házilag ezeket a dolgokat, de ha nem jó végzik el a karbantartást, és nem jó szerelik össze a készüléket, élet és vagyon biztonságba mehet át a dolog, és akkor innenkor nagyon súlyos következményei vannak. Akik családi házban élnek, és oda nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikor a kémény tulajdonos időpontot foglalt. A katasztrófa védelem kéménysepréssel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalán irányító szám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófa védelemnél vagy valamelyik kéményseprő cégnél hogyan lehet időpontot egyeztetni az ingyenes ellenőrzésre. Ugyanezen a weboldalon az online ügyintézést kiválasztva lehet időpontot foglalni a katasztrófavédelem kéményseprőinél. A kéménytüzek leggyakoribb oka, hogy a kürtő nincs megfelelően kitisztítva, és a kémény belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad. A fűtési időszakban megnő a szénmonoxid mérgezéses esetek száma is, hívták fel a figyelmet. Hangsúlyozták, tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, mert minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosított a levegő utánpótlás. A nyár során gyakorlatilag a készülékek, a fűtőkészülékek, amit csak fűtésre használunk, az egész nyár ideje alatt ugye a készülék nem üzemel, nem használjuk, és nagyon sok por rakódik le a készülékre, ebből tökéletlen égés keletkezik, és ebből szénmonoxid is juthat a helyiségbe. A kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű, és akkor ezek a szoba levegőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szénmonoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat. Nagyon túl vagyunk mi is terhelve, érdemes a fogyasztóknak legalább egy jó 3-4 héttel hamarabb szóljanak, keressék fel, hogy a készüléket időbe tudják karbantartani, mert szezonban, október 15-től kezdődik a fűtési szezon, akkor nagyon nehéz lesz fűtésszerelőket, szakembereket találni. Ebben a helyzetben érdemes minden nyílt égésterű fűtő és vízmelegítő eszköz mellé szénmonoxid érzékelőt helyezni fejmagasságban, a fűtőeszköztől 1 méter távolságra. A megbízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.